Fidesz támogatta volna a törvénymódosításunkat, akkor könnyen lehet, hogy jászabáti lincselési kísérlet már be sem következik. A Mi Hazánk mozgalom több mint 2 évvel ezelőtt, 2018 őszén adott be törvénymódosítást annak érdekében, hogy a lincselési kísérlet önállóan jelenjen meg a magyar büntető törvénykönyvben. Ráadásul ez egy magasabb büntetési tételt is jelentett volna, egy szigorítást, ami azt jelenti, hogy az elkövető mindenféleképpen letöltendő börtönbüntetést kapott volna. Jelenleg ugyanis azt látjuk, hogy sok esetben az a gyakorlat, hogy bizony enyhe, felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszza. Azt is látnunk kell, hogy sajnos ma Magyarországon egyre több no-go zóna alakul ki, ahol bizony az a bűnelkövetési forma egyre inkább megjelenik. Ha csak Jászapátit vesszük, akkor Jászapátiban az elmúlt egy hónapban 2 olyan bűncselekmény is történt, amikor többen támadtak rá egyetlen egy emberre. A Mi Hazánk mozgalom természetesen újra be fogja nyújtani majd ezt a törvénymódosítást, és amint lehetőségünk lesz rá, és elvárjuk a pártoktól, hogy támogassák. 2022-ben pedig a választóknak lehetőség lesz arra, hogy a magyar parlamentben legyen egy olyan erős harmadik erő, amely zéró toleranciát hirdet a bűnözőkkel, a bűnelkövetőkkel, és nem csak beszél róla, hanem tettekkel is megpróbálja megoldani ezt a helyzetet.